Hagyomány szerint minél többet eszünk farsangkor, annál több lesz a termés. A böjti időszak hamvazó szerdán kezdődik. Az előtte lévő pár napban a karnevál és a nagy lakomák tették könnyebbé az utána következő soványabb időszakot. A pánkó, siska vagy pampuska általában könnyű, tojásos tésztából készül, és bő olajban sül. Épp, mint a csörögefánk. Farsangkor jellegzetesen édességként, desszertként a fánkot szoktuk sütni. Van ugye a szallagos fánk, a herőce, mert ugye Borsodban így hívják, hogy herőce, csöröge, szallagos fánk, úgyhogy ma mi azt fogunk készíteni. Ezt különösebben nem szokták ízesíteni, hanem amikor kisül, még forrón, porcukorba, akár fahéjas porcukor, vagy sima porcukor, de mi most egy kis huncutságot fogunk csinálni. Úgy gondoltam, hogy picit izgalmasabbá kellene tenni, és egy ilyen kis csokoládés kis mártogatóst is fogunk majd készíteni hozzá, hogy kicsit más legyen. A herőce, vagyis a csörögefánknak a hozzávalói egy kis vaj, ami szobahőmérsékletű, jelen esetben nem olvasztott, hanem szobahőmérsékleten. Kell hozzá tojás sárgája, csak a sárgája, mert ha fehérjével, akkor kemény, nagyon kemény lesz a tésztánk. Szükséges hozzá tejföl, egy picike rum. A rumot azt azért szoktuk beletenni, hogy sütés közben nem szívja meg magát annyira az olajjal. A kimért liszthez hozzátettem a vajat, amit most szépen el fogok morzsolni. Most hozzáadom a tejfölt. Jön hozzá a tojás sárgája, amit én szeretek így egy kicsit elkeverni, hogy szerintem már lehet, hogy megszokásból, hogy jobban el tudom elegyíteni a tejfölbe. És akkor most teszünk bele egy csipetke sót, és egy nagyon kevés rumot. Ahogy említettem az elején, a rumra azért van szükség, hogy ne szívja meg magát a tészta az olajjal. Most összekeverjük a tésztát. Egy közepesen lágy tésztát kaptunk. Én addig szoktam ezt dolgozni, amíg az edény faláról le nem jön a tészta, így szépen lejön, elválik, és akkor az úgy jó lesz. Ezt utána kiveszem, a lapot alá lisztezem, és még itt egy kicsit összedolgozom. Még ilyenkor is vesz föl egy kevés lisztet. De nekünk most ez az állag nagyon jó lesz, mert fogok egy kicsit másabb formát is készíteni, úgynevezett rózsa fánkot, és akkor annál jó, ha egy picit lágyabb a tészta, össze lehet nyomni, és majd szépen kiadja a formáját. Jó lett a tésztánk, akkor jó, amikor így belenyomjuk az ujjunkat, és még benne marad. Nem kell félni, hogy az puha, meg egy picit a pihentetés alatt is fog még ez kicsit keményedni. És ezt követően hidegre tesszük, egy olyan 30 percet úgymond pihentetjük a tésztát. Még pihen a tészta, mi nem fogunk pihenni, mert majd elkészítem a csokiganást. A tejszínt felhevítettem, nem forraltam, csak forrásig hevítettem. Most rá fogom önteni a csokoládéra. Ebben hagyom egy picit állni, hogy olvadjon a csokoládé, és utána szépen majd összekeverjük.
60%-os csokoládét használok, és egy picit hagyom állni a meleg tejszíntől, az elkezd olvadni, majd utána szépen elegyítem, hogy a pasztillák fölolvadjanak, majd ez lesz nekünk a mártogatós, hogyha kisült a csöröge. Ez felolvadt, és akkor majd jöhet a mártogatás. Ez jó is. Megpihent a tésztánk, 30 percet pihentettük hűvös helyen. Most ezt kiveszem, egy picit majd alá fogok még lisztezni a nyújtólapnak. Ahogy mondtam, még egy kicsikét át dolgozom. Ezt szépen elosztom, mert nem térne el a lapon, hogyha az egészet próbálnám nyújtani. Nem szeretném, hogy nagyon lisztes legyen, mert akkor egymásra rakom, nem fog összeragadni. Ugyan rá segítek majd egy kis tojással, de ez így jó lesz. Most szépen kinyújtom. Olyan 2-3 mm vastagságúra fogom nyújtani. Most 3 kiszúrót használok, a nagyobbal kiszúrom, és mindig annyit szúrunk ki, ahány fánkot fogunk készíteni. Kicsit így bevagdosom, 4 irányból. És akkor van itt nekem egy kis tojás összekeverve. Ezt a közepét egy picikét megkenem, hogyha ráteszem a következő réteget, akkor összeragadjon. Ezt megkentem, és akkor most ezt így egymásra helyezem. Itt figyelek arra, hogy ez a bemetszés pont középre essen a másiknál, ahol nincs ugye bevágva. Ezt így ráhelyezzük. És ez, ha minden igaz, akkor ez szépen fel fog majd kunkorodni, a közepébe tudunk egy kis lekvárt tenni. Ezt így összenyomom. Ezért volt fontos, hogy legyen közte egy kis ragasztóanyag. Ezt követően belerakjuk az olajba. Az olajnál nagyon kell ügyelni, hogy megfelelő hőmérsékletű legyen. Ezt követően beteszem az olajba. De az olajba nem az aljával teszem, hanem megfordítva. A virágnak a teteje lesz az alja. Nézd, milyen szép le. Oda terelem őket.
Az előző adagból megmaradt, mert ugye nem szaggattam ki az egészet rózsafánknak, csak bemutatni, hogy ilyen formában is lehet. Most ezt a kis maradékot még kicsit összedolgoztam. Most levágom, hogy úgy a széle jó legyen. És ezt követően föl fogom vágni. Hát nem tudom, hogy most nagyobbat, kisebbet. Hát most ilyenre sikeredik, hogy így. És rombusz alakúra fogjuk kivágni. Hát vágok először itt egy ilyet. Így, és akkor itt egy másikat. Nem kell kétségbe esni, mert még ezek is használhatók. És akkor most jön ez a klasszikus, hogy itt egy picit bevagdosom, majd ezen fogom áthúzni a tésztát. Na, még azért ezt is. Ezután megfogjuk a tésztát, és semmi huncutság, csak fogjuk ezen a kis résen. Áthúzzuk, megigazítjuk, lerakjuk, ez most egy picit másmilyen, ennek most ilyen a formája, és akkor így szépen átforgatjuk. Ez lesz majd a, úgymond a klasszikus, mert régen így vágták nagyanyáink, anyáink. Akkor ezt itt szépen ismét belerakom a olajba. Ennek a közepébe teszünk egy kis lekvárt. Nagyon finom házi barack lekvár. Ez már jó. Nagyon könnyű a tésztája, és amit mondtam, hogy egy kis rumot rakjunk bele, mert ha megnézzük a papírt, szinte alig van rajta zsiradék, úgyhogy nem szívja meg magát a tészta, és nem lesz olyan nagyon kellemetlen zsíros. Elkészültünk a csörögével, a herőcével, ki hogy szereti. A rózsa herőce, amint ugye látható is, hogy három darabot, három különféle méretet vágtam ki, és azt ragasztottam össze, és a hagyományos, hát ugye mikor betesszük az olajba, akkor formáját veszíti, de teljesen mindegy, így az íze legyen nagyon jó. És akkor ezeket lehet majd a csokoládéba mártani. Ugye mondtuk, hogy ilyen mártogatós dolgot készítünk, így szépen belemártani, és ha nem haragszol, akkor én ezt megkóstolom. Mennyei! Nagyon jó szívvel ajánlom mindenkinek. Olcsó, gyors, könnyű az elkészítése. Jó étvágyat hozzá! És
És akkor nézzük a rózsafánk, illetve a csörögefánk hozzávalóit. A fánkhoz 250 g liszt, 150 g 20%-os tejföl, 50 g vaj, 3 darab tojássárgája, egy csipet só, 2-3 centiliter rum, a szóráshoz pedig 100 g porcukor. A mártogatós hozzávalói 200 g csokoládé és 200 ml tejszín.